Nehéz mérkőzésre számítottunk a Debrecen ellen. Utólag azt mondom, ez részben be is bizonyosodott, viszont valamennyire magunknak tettük nehézzé a mérkőzést. Az első félidő nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Jól kezdtünk, de pár perc elteltével elveszítettük a ritmust. A második félidőben már jobban játszottunk, szigorúbb volt a védekezésünk is. Ez láthatóan nem ízlett a Debrecennek, de az első félidőben összeszedett hátrányt nem tudtuk ledolgozni. Több volt ebben a meccsben, de ez még csak az első forduló volt, van bőven lehetőségünk, hogy megmutassuk, több van bennünk. A védekezésünk sem működött jól, meg támadásban is akadtak hibák, emiatt tudott elhúzni szerintem a Debrecen, de második fél időre szerencsére jól jöttünk, és akkor kicsit vissza tudtunk zárkózni. Szerintem abból tudunk építkezni és tovább menni, azt a játékot mutatjuk a továbbiakban. A legutóbbi szezonban nyertünk Dunaújvárosban, itthon pedig döntetlen lett a végeredmény. Az első forduló veresége után jó lenne megszerezni első sikerünket. Természetesen tudom, hogy ellenfelünk is ezt szeretné. A hazai pálya ráadásul nekik kedvez, de van annyira jó csapatunk, hogy elhozzuk a két pontot. Mindig szoros meccseket szoktunk velük játszani. Szerintem úgy játszunk, mint a második fél időben a Debrecen ellen, akkor át tudjuk hozni a két pontot. A Békés Csaba ellen a hazai pálya még nagyobb előnyt fog jelenteni, és küzdeni fogunk, hogy a négy pontot magunkénak tudjuk. Jöttek új játékosok, volt néhány távozónk is, de nagy mozgás nem volt a keretünkben. Az új vezetőedzőnk remek szakember, szerintem szép szezon várhat ránk. Mindenkinek megvan a maga célkitűzése, mit vár el a csapattól. Én úgy gondolom, az elmúlt szezonhoz hasonlóan ismét ott lehetünk a hatodik hely környékén. Ez a csapat képes lehet ismét odaérni a középmezőny elejére.